Hát kérem szépen, milyen szerepet töltesz te itt most be Kiskörös életében? Hát a mai napon, mint játékos vagyok itt, Szekeres Károly invitált ide. Nagyon jó csapat gyűlt össze, az első meccset meg is nyertük, és pár percen belül jön a következő, de egyébként mentoredzősködök, és toborzásban segítkezek. Remélem, hosszú távon is tudok segíteni a csapatnak, mert nagyon jól érzem itt magam. Hogyan telt ez az elmúlt néhány hét, vagy néhány hónap, amikor itt voltál, amikor besegítettél itt a körösieknek? Hát ennyi idő még nem telt el, viszont úgy gondolom, hogy nagyon családias hangulat, de emellett nagyon komoly munka folyik itt. Ugye már még kisebb idő kell, de lassan szabálypályánk lesz, tehát felnőtt meccsekre is alkalmas jégpálya lesz itt. És most nagyon azon dolgozunk, hogy mielőbb nagyon komoly utánpótlást tudjunk összegyűjteni, és hagyományt létrehozni itt Kiskörösön. Hogyan csöppentél te bele ebbe a jégkorongos világba? Hát ugye hosszú-hosszú ideig Székesfehérváron Ebelbe játszottam, és Szekék, az egész család jártak le, néztek minket, és ezáltal így kialakult ez a kapcsolat. Az, hogy te itt besegítesz Kareszéknak, ez tulajdonképpen mit jelent? Tehát hosszú távra nézve, mik a tervek? Nyilván most az első, hogy jégkoromban minél nagyobbat alkossak, minél tovább ott leessek a toppon, de már megvannak úgymond az iskolai papírjaim, és most próbálom kamatoztatni azt. Ez a mentor edzősködés, ez egyébként miből áll, így a laikusoknak vagy a tévénézőknek ezt mondjuk el? Hát ez egy elég tág dolog, tehát akár edzősködés szempontjából levők mutatok a gyerekeknek, piciknek egy-két mozdulatot, vagy edzést tartok, vagy felméréseket csinálunk, vagy nem még sok-sok-sok mindent, de ez most pár másodperc, nem tudom elmondani nektek. Mennyire más egyébként a kicsikkel dolgozni, mint együtt a felnőttekkel? Hát ég és föld, tehát mindenkinek más kell, tehát pici korban meg kell szeretetni a sportot, nyilván ez meg kell, hogy maradjon, de felnőtt korban már nem olyan szintű, tehát egészen más szintekben dolgozunk, vagyunk, tehát ott már taktikai, tehát ott nagyon bő ez a dolog, tehát most is nem tudom, hogy most mivel kezdjem. Mai napra nézve, mik az elvárások? Hát a mai nap első meccsünk megvolt, nehézkesen indult, viszont gólzápor utána megindult, tehát úgy gondolom, hogy elégedettek lehetünk. Most van még egy mérkőzés, ahogy itt végzek, megyek is, és ha azt behúzzuk, akkor már mindenképp dobozogós helyet fogunk elérni, úgyhogy nem azt mondom, hogy elégedettek lehetünk, viszont jó út felé tartunk. Egy valamit is magára adó rendezvénye, nem csak szervező, hanem segédszervező is dolgozik, ugyebár, és te itt ezt a posztot töltöd be többek között. Igen, nagyon régóta szerettünk volna barátommal csinálni egy ilyen tornát, egy ilyen családias, kétnapos, ittalvós tornát. Hál' Istennek ez sikerült, reméljük, hogy a csapatok is nagyon jól fognak szórakozni. Próbáltuk barátságossá tenni ezeket a mérkőzéseket, de tudjuk, hogy ugyebár ez férfi a sport, azért ez elég nehéz ilyenkor. Úgyhogy igen, megpróbálunk mindent jól csinálni. Azt mondjátok meg nekem, hogy miért pont Kisköröst választottátok helyszínnek? Itt most már nagyon sokan vannak az elmúlt évek alatt, hála Istennek egyre inkább szaporodik azoknak a száma, akik a rendezvényeik helyszíneként itt a Szarvaskatlant választják. Ti miért? Magyarországon ez az inline ez nem nagyon terjedt még el. Tehát nagyon sok jégpálya van már Magyarországon, viszont ez a különleges felület, amit kell az inlinehoz, ez nem mindenhol van. Kiskörösen van egy ilyen inline felület, ugyebár ami látható. Nagyon jó a közösség, nagyon jó most már a csarnok, nagyon jó a hazai stáb, akivel össze tudunk dolgozni, és ezért választottuk ezt a várost. Egy kicsit mesélj, légy szíves, magadról is. Neked milyen kötődésed van a jégkoronghoz, illetve az inlinehoz? Hát, jégkorongozom kb. 23 éve. Szerencsére junior válogatott, aranyérmes voltam párszor már a felnőtt válogatott, most a VB keretben is benne voltam. A tavalyi nyáron az inline válogatottban is voltam Pozsonyban. Ott sajnos kiestünk, az nem sikerült túl jól nekünk, de küzdünk azért, hogy visszakerüljünk. És most szerencsére a DVTK kapusa lettem, ami az Extra Ligába indul, ugyebár a szlovák bajnokságba. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy nagyon remélem, hogy a karrierem csúcsát értem el most. Hát mi is reméljük és drukkolunk hozzá. Ahogy itt végignézek rajtatok, egészen pontosan itt az aktív
éveit, az aktív napjait töltő sportolókon, nagyon jó kondiban vagytok. Milyen más egyéb testmozgást végeztek ti itt a jégkorong mellett? Mi az, ami a leginkább javasolt ehhez a mozgásformához? A szerencsére a jégkorong most már profi sportág itt Magyarországon, ezért a holt szezonban, a nyáron a száraz edzést is nagyon sokan felügyelik, száraz edzők és a csapatok is. Ezért mindenféleképpen kondiba járunk, futás, bicikli, foci, különféle koordinációs testmozgások, meg főleg kisegítő sportágnak ez az inline, ez nagyon jó, mert ugyanúgy azokat a lábaknak az izmait mozgatja meg, úgyhogy ezért vagyunk ilyen jó kondiba. Fogtok-e még idejönni kiskörösre? A nyáron nem, úgy tervezzük, hogy az egyetlen, amit mi szervezünk, de jövőre nagyon szeretnénk újra megcsinálni egy több csapatos tornát, és lehet, hogy több naposat. És még egy aktív jégkorongozó itt a kiskörösi jégpályán. Mutatkozzál be nekünk, légy szíves, illetve egészen pontosan a nézőknek, aki nem ismerne, mondd el, hogy ki vagy és honnan jöttél. Sziasztok, Varga Arnold vagyok, az Újpest csapatnak a jégkorongozója. Arnold, hogy megy az élet Újpesten? Nagyon jól alakul a csapat. Lassan már elkészülünk. A fiatalok közösen edzenek a Puskás Sándorra, ugye ő lett az új erőléti edzőnk. Egy nagyon jó programot követünk, ugyan a csapat nagy része ugye az egyénileg készül, de augusztustól összeállunk, és akkor kezdjük a közös felkészülést. Mennyire nagy a váltás, mennyire számít éles váltásnak itt a jégről lejönni és kemény borításon játszani görkorcsolyával a lábatokon? Hát nem tudom, mennyire láttam mozogni, szörnyű, nagyon más, tehát nem lehet fékezni úgy, mint a jégen, teljesen át kell koordinálni az egész mozgást, de megbirkózunk vele, vagy hát próbálkozok vele. Ilyenkor egyébként mi a jellemző? Tehát amikor leteszitek a jégkorikat, akkor mentek rögtön inline tornákra, vagy azért ez így elenyésző? Nem, én idén kezdtem el, tehát eddig nem voltam. Valamiért eddig nem tetszett, vagy úgy nem vonzott, de a Bartolis Istiék lehívtak egyszerre most itt a mérkőzésre, és akkor valahogy így megtetszett. És annyira jó a mozgás, meg annyira jó ilyen kardió, hogy jól esik. Jártál-e már Kiskörösön korábban? Nem, még soha. Itt a környéken akasztós volt, ilyen helyekre jártam ugye horgászni, mert én amúgy Kisapostagon lakok, de amúgy itt még nem voltam. És mik a benyomások itt a kiskörösi koripályáról? Hát nem gondoltam, hogy úgymond egy ekkora létesítmény van itt, ezért nem számítottam úgy egy ilyen színvonalra, de nagyon tetszik. Azt gondolom, hogy azért a fiataloknak van lehetőségük fejlődni, tehát sokkal több, mint amit annó nekünk volt, és ezt ki is lehet használni, hogy ki is fogják tudni használni. Most jöttél le a pályáról, mit játszottatok? Nyertünk, nem is tudom, 8-4-re talán. Az volt a lényeg, hogy nyertünk. Van-e valami, amit üzennél a kiskörösi gyerekeknek, mert itt azért most már évek óta próbál gyökeret verni ez a sportág, és azt gondolom, hogy most már szép számmal gyűlnek össze a gyerekek, de mi az, amivel meg tudnád őket motiválni? Hát azt gondolom, hogy nagyon jó egy családhoz tartozni. Mert ugye egy csapat, egy család, és együtt megyünk mindenhova, együtt élünk, együtt kelünk. Nyilván vannak hullámvölgyek, minden sportoló életében vannak, de ezeket valahogy túl kell vészelni, mert abba kell belegondolni, hogy majd amikor felnőtt lesz az ember, és ott lesz például az arénában a világbajnokságon, és ott van kint 7000-8000 ember, ez egy akkora plusz lökés, hogy egyszerűen hihetetlen. Melyik csapatot ékesített, honnan érkeztél? Mutatkozzál be, légy szíves, a nézőknek. Hello, Bece Tihamér vagyok, én a kutyaütőket képviselem. Budapestről érkeztünk, nagyjából helyek közel vannak Szegedről, Budapestről, ha jól tudom, még Fehérvárról is, szóval elég sokan vagyunk. A motivációnk az volt, hogy jöjjünk le és érezzük jól magunkat. És ez sikerült? Igen, eddig nagyon jó, első meccsen túl vagyunk és nagyon jól érezzük magunkat. Hogy áll jelenleg a te jégkorongos pályafutásod? Köszönöm szépen, egészen jól. Most már 4 éve Magyarországon jégkorongozom, ami azt jelenti, hogy most már a válogatottban is szerepelhetek jövőtől. Ugye így már megfogalmaztam a jövő évi célomat is. Mik a benyomások itt a kiskörösi jégpályáról? Megfelelő minden? Nagyon jól látni, hogy ilyen létesítmények vannak Magyarországon. Az lenne a legjobb, hogyha még több ilyen lenne, mert hát ez példás, hogy a gyerekek ilyen helyen tudnak sportolni, egészséget gyakorolni a szervezetükre, ez nagyon fontos. Te mennyire vagy otthon az inline-ban? 2 éve kezdtem el igazából,
akkor úgy megtetszett forma, a tavaly nyáron nem igazán volt rá lehetőségem időhiány, de viszont idén most már harmadik hétvégén űzöm ezt a sportot. Hogy szokott ez kinézni a jégkorongozók? Inkább a jeget szeretik, vagy azért vagytok jó páran, akik az inline-nak a hívei? Én azt mondanám, hogy 90% a jégkorong, és a maradék 10%, aki valamilyen folytán kedvet kap, valaki átsábítja, az eljön, de legtöbben megszeretik. Mik az elvárások így a hétvégére vonatkozóan? Érezzük jól magunkat, játszunk egy jót, és mindenki egészségesen térjen haza. Első alkalommal szerveztétek meg ide Kiskörösre ezt a tornát. Hány csapat jött össze? 5 csapatos tornát tudtunk összeszervezni első alkalomra. 8-at terveztünk, de első körben ez az 5 is teljes mértékben megfelel. Sikerült több válogatott játékost is lecsábítani az ország több pontjáról. Hát a kiskörösieknek ugye sokat köszönhetünk, mert ez egy ilyen úgymond egyedülálló a helyszín. Önerőből fölépített kis gyönyörű kis családias csarnokukba, úgyhogy első körben megnézzük, hogy mit hoz a torna, reméljük, hogy mindenki jól érzi magát, és hogyha pozitívak a visszajelzések, akkor jövőre is természetesen megpróbáljuk egy 8 csapatra kibővíteni ezt a torna sorozatot. Miért fontos nektek, hogy ezt az inline-t népszerűsítsétek? Mint tudomást szereztünk róla, a Jégkorong Szövetség, nem a magyar nemzetközi szinten is az inline VB-t azt úgymond visszavonta, tehát nem jegyzik hivatalosan. Megvannak ugyanúgy a válogatott programok, válogatott csapat mindenhol, csak ugye ez a profi és félprofi sportolóknak igazából nyáron egy ilyen kiegészítő sportág, kondiban maradjanak ugyanúgy, tehát szezonra ne kelljen annyit pluszba dolgozni, hanem maradnak inline szinten, és akkor próbálunk egyre több tornasorozatot szervezni. Mi is, és a Marcis két és a Budapesten ugye létrehozta ezt a Magyar Kupa sorozatot, ott is szép részt szoktak venni szép szemben, azért az ország minden részéről a csapatok. Reméljük azért ez az inline sorozat így megmarad, és azért fönn tudjuk tartani ezt a részét ennek a hoknak is.